A krónikák első könyve, 21. rész. Dávid megszámláltatja a népet. A sátán Izrael ellen támadt. Felingerelte Dávidot, hogy vegye számba Izraelt. Dávid pedig ezt mondta Jóábnak és a hadinép parancsnokainak. Menjetek, számláljátok meg Izraelt Beérsebától Dánig, és terjesszétek elém, hadd tudjam meg a számukat. Jóáb azonban ezt felelte. Szaporítsa meg az úra népét száz annyira, mint amennyi most. De uram királyom, hiszen minnyáján az én uram szolgálj ők. Miért firtatja hát ezt az én uram? Miért bűnhődjék ezért Izrael? A király szava azonban erősebb volt Jóábénál. Elindult tehát Jóáb, bejárta egész Izraelt, és visszatért Jeruzsálembe. Jóáb jelentette Dávidnak a népszámlálás eredményét. Egész Izraelben 1 millió kartforgató ember volt, Júdában pedig 470 ezer kartforgató ember. Lévit és mint azonban nem vette számba közöttük, mert utálatosnak tartotta Júába király parancsát. Az úr üzenete Dávidhoz. De Isten rossznak látta ezt, és megverte Izraelt. Akkor ezt mondta Dávid az Istennek. Nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem, most ezért bocsásd meg szolgált bűnét, mert igen esztelenül cselekedtem. Ekkor így szólt az úr Gáthoz, Dávid látnokához. Eredj, és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az úr. Három lehetőséget adok neked, válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. Bement tehát Gád Dávidhoz, és ezt mondta neki. Így szól az úr, válasz, három esztendeig tartó éhénység legyen, vagy dújjanak három hónapig támadóid, és érjen utol ellenséget fegyvere, vagy legyen három napon át az úr fegyvere a dögvész az országban, és pusztítson az úr Izrael egész területén? Most ezért döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Dávid ezt felelte Gádnak. Igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essem az úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalma csak ember kezében el sem. Az Úr dögvészt bocsát Izraelre. Az Úr tehát dögvészt bocsátott Izraelre, és elhullott Izraelben hetven ezer ember. Az Isten angyalt küldött Jeruzsálem ellen is, hogy pusztítsa azt. De alig, hogy belekezdett az a pusztításba, oda nézett az Úr, bánkódni kezdett a veszedelem miatt, és ezt parancsolta a pusztító angyalnak. Elég! most már hagyd abba. Az úrangyala akkor éppen a jebúszi ornán mellett állt. Dávid fölemelte a tekintetét, és meglátta az úrangyalát, amint ott áll az ég és a föld között, kezében kivont karddal, amelyet Jeruzsálem ellen nyújtott ki. Ekkor Dávid és a vének zsákruhába burkolózva arcra borultak. Dávid pedig ezt mondta Istennek. Hiszen én mondtam, hogy számlálják meg a népet. Én magam vagyok az, aki védkeztem, és nagy gonoszságot követtem el. De az én nyájam nem követett el semmit. Uram Istenem, súlycson lekezed inkább én rám, és az én rokonságomra, de a népedet ne bánst. Dávid oltárt épít ornán szérüjén. Ekkor az urangyala azt üzente Gáddal Dávidnak, hogy menjen és állítson oltárt az úrnak a jebúzi ornán szérüjén. Elment tehát Dávid, gát szavai szerint, amelyet az úr nevében mondott. Amikor ornán arra fordult, meglátta az angyalt. Négy fia, akik vele voltak, erre elrejtőzött. Ornán éppen búzát csépelt. Dávid ekkor odament ornánhoz. Amikor ornán föltekintett, és meglátta Dávidot, kiment a szérűről, és arccal a földre borult Dávid előtt. Dávid így szólt Ornához. Ad nekem ezt a szérűt, hadd építsek itt oltárt az úrnak. Teljes áron ad nekem, hogy megszűnjék a népetért csapás. Ornán így felel Dávidnak. Fogadd el, azután tegyen az én uram királyom, ahogyan jónak látja. Nézd, odadom a marhákat égő áldozatnak, a cséplőeszközöket tüzifának, a búzát pedig ételáldozatnak. Mindent odaadok. De Dávid király ezt felelte Ornánnak. Így nem. Csak teljes áron fogadom el tőled, mert nem akarom az úrnak adni a tiedet, és nem akarok ingyen kapott égőáldozatot bemutatni. Adott tehát Dávid Ornánnak azért a helyért 600 sekel súlyú aranyat. Azután oltárt épített ott Dávid az úrnak, Égő áldozatot és béke áldozatot mutatott be, és az úrhoz kiáltott, ő pedig feleletül tüzet adott az égből az égő áldozati oltárra. Az úr pedig szólt az angyalnak, és az visszatette kardját a hüvejébe. Abban az időben Dávid látva, hogy az úr a jebúszi ornánszérűjén válaszolt neki, ott mutatta be az áldozatokat. Az úr hajléka ugyanis amelyet Mózes készített a pusztában, valamint az égő áldozati oltár abban az időben a Gibeóni áldozóhalmon volt. Dávid azonban nem mert többé odajárulni, hogy ott keresse fel az Istent, úgy megrettent az úr angyalának a kardjától.